Hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma jön egy új francia lecke. És azt hiszem, hogy két sorozatba fogom csinálni, mert elég hosszú lesz, és nem olyan nagyon egyszerű. Ma azokról a dolgokról fogunk beszélni, azokról a kis szavakról, ce, ça, ce, amit ugyanúgy kell kimondani, de teljesen mást jelentenek, és teljesen máshogy kell írni. Például ez a ça va, ezt nagyon sok fiatal teljesen rosszul írja, és ahogy, amikor látom, hogy írják S-sel, hogy ça va, amikor C-vel kell írni, ilyen C, úgy hívják, hogy C-di, franciául ez a C, és alatta van egy ilyen kis ötösszerű izé, C-di. Ça va, hogy vagy, vagy jól vagy, vagy ez a kérdés, amit mindig kérdezünk egymásnak, hogy amikor találkozunk, hogy ah, salut, ça va, ah, szia, jól vagy, hogy vagy. Az mindig C betűvel kell írni, és ahogy mondtam, nagyon sok fiatal S-el írja, és rossz nézni. Szóval ça, C-vel, az azt jelenti, hogy ez. És ça, S-el, az azt jelenti, hogy az övé. Szóval, például. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Oh, örülök, hogy megint látlak, hogy viszont látlak. Oh, ça, szóval ez, me, nekem, fait, csinálni, plaisir, azaz öröm, de te, hogy téged, revoir, megint látni. Re, az a megint, és voir, az a látni. Ça me fait plaisir de te revoir, nagyon örülök, hogy megint látlak, hogy viszont látlak. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Rég nem láttuk egymást. Ça fait, szóval ez csinál, longtemps, rég, qu'on ne s'est pas vu. Qu'on ne s'est pas vu, hogy mi nem láttuk egymást. Szóval on az a mi, vu az a látni, az a voir, igen. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. De azt is lehet mondani különben, hogy oh, ça fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps. Ça me fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps. Szóval nem kell azt oda rakni, hogy qu'on ne s'est pas vu, hogy nem láttuk egymást, mert amikor valaki azt mondja, hogy ça fait longtemps, hogy ez már rég volt, ça fait longtemps, az azt jelenti, hogy nyilván, hogy már rég nem találkoztatok, hogy rég nem láttátok egymást. Szóval, oh, ça me fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps. Ez a ça, ez a ez. Másik példa. Sa robe me plaît beaucoup. J'adore ce bleu. Szóval sa robe, az ő ruhája, sa, mert az, ez az övé, es betűvel, sa, az az övé. Sa robe me plaît beaucoup. Az ő ruhája nagyon tetszik. Plaire, az a tetszik, tetszeni. Szóval sa robe, az ő ruhája, me, nekem, plaît, tetszik, beaucoup, sokat. J'adore, imádom, ce bleu, ezt a kéket. J'adore ce bleu. Sa robe me plaît beaucoup. J'adore ce bleu. Nagyon tetszik a ruhája. Imádom ezt a kéket. Ce bleu, ez a kék, nyilván C betűvel van, mert ez a kék. Jó? Erről egy másik példa. Ce restaurant, ez az étterem, ce restaurant, restaurant, ce restaurant a l'air bon. Ce restaurant a l'air bon. Oh, ez az étterem jónak tűnik. Szóval úgy tűnik, hogy finom dolgokat csinálnak benne. Ce restaurant a l'air bon. Ez a a l'air bon, ez magyarul egy kicsit érdekesen hangzik, mert a l'air, az tulajdonképpen úgy néz ki,
bon, az a finom, de air, az a levegő. Szóval, ce restaurant a l'air bon, ez az étterem, a levegő finom, ez egy kicsit érdekesen hangzik, de ez megint egy ilyen francia kifejezés. Szóval, ce restaurant a l'air bon, ez az étterem finomnak tűnik, vagy jónak tűnik. C'est sympa de se retrouver tous ensemble pour manger. C'est sympa, ez szimpatikus, c'est sympa. De se retrouver, szóval viszont találkozni, re, az megint, trouver, az találni. Se retrouver, az viszont találni, vagy viszont találkozni, attól függ, hogy milyen dolgokról beszélünk, mert például azt is lehet mondani, hogy retrouver une valise perdue, szóval megint megtalálni egy elveszett bőröndöt, szóval azt is lehet úgy mondani, hogy retrouver, de se retrouver, azt megint találkozni, mert egymásról van szó. Szóval, c'est sympa de se retrouver tous ensemble pour manger. Tous, mindannyian, ensemble, együtt, pour manger. Szóval, enni. C'est sympa de se retrouver tous ensemble pour manger. Szimpatikus, viszont találkozni, vagy együtt lenni, enni. Szóval, se, essel, az amikor magunkról beszélünk. Az nem azt jelenti, hogy ez, hanem magunkról van szó. Tulajdonképpen se, es, é írásban az az igékre való. Szóval például se retrouver, vagy se fâcher, az azt jelenti, hogy összeveszni. Vagy se sentir bien, jól érezni saját magát, se sentir. Sentir az érezni, de úgy az orrunkkal is, nem csak érzelemből. Szóval lehet az érzelmi világ, meg lehet a, hogy mit érzünk az orrunkkal. Donc, se sentir bien, jól érezni magunkat. És ezekből a példákból van nagyon sok, mert ez a se, s-e, ez az igékkel jár. Szóval, amikor egy igében van a se, az mindig s, e, se. Szerintem mai nap elég volt ebből a szá, se, nem? Vagy nem? Majd holnap folytatom, vagy egy másik nap. Folytatom tovább a c-c-vel. Majd meglátjátok, hogy az is egy ilyen kicsit izé, de ugyanúgy egyszerűen majd valahogy megmagyarázom. Addig is vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok!